Sokáig húztuk, halasztottuk ezt a témakört, már korábban teszteltünk lemezjátékokat és írtunk róluk az Ávi Online de egy videón keresztül nem találtuk a megfelelő koncepciót, hogy hogyan lehetne egy ilyen terméket bemutatni. Viszont most egy olyan termék érkezett a szerkesztőségbe, amiről úgy éreztük, hogy vétek lenne nem beszélni itt a csatornán. Mindenképpen írjátok meg kommentben, hogyha szívesen néznétek vinil lemezjátszóról, analog további hasonló jellegű tartalmakat a jövőben, hiszen nektek készítjük ezeket a videókat. Az elmúlt években ez egy megfigyelhető tendencia, hogy az analóg lemezjátszók a reneszánszokat élik, nagyon sokan térnek vissza ehhez a hobbihoz, nagyon sokan fedezik fel azt, hogy van egy régi porosodó lemezgyűjteményük, és nagyon sokan egyszerűen csak a nosztalgia miatt döntenek úgy, hogy akkor inkább vinylről hallgatnák a zenét, és nem pedig digitális forrásból. Hogy mennyire hihetők ezek a statisztikák, nem tudjuk, azt viszont a saját szemünkkel látjuk minden évben, amikor nemzetközi hifi kiállításra megyünk, hogy egyre több és több óriási mennyiségű lemezjátszóval lehet találkozni mai kínálatban. Technics nem tartozik a legrégebbi lemezjátszókészítők közé, mégis bizonyára sokatoknak felesleges bemutatni, különösen a gyártó DJ hátterének köszönhetően, ugyanis a Technics DJ-knek szánt lemezjátszói legendásak mai napig a robusztus kivitelük, megbízható működésük és egyszerű beállításuk miatt. Ezt a fajta pozitív csomagot próbálta meg a Technics átültetni az SL 1500C-be, ami annyiban különbözik az legendás 1200-as DJ lemezjátszóktól elsősorban, hogy ez egy letisztultabb megjelenésű darab, amit elsősorban otthoni felhasználásra a gyártó. Ha videón keresztül kell beszélnem egy termékről, akkor úgy tudok róla hitelesen beszélni, hogyha saját magam kipróbáltam. Tesztelte egy másik kolléga a lemezjátszókat, de én nem szívesen próbáltam ki ezeket az eszközöket, ennél fogva videót sem készítettem róluk. Viszont ez a Technics megtörte a jeget azáltal, hogy még nekem is, mint kvázi laikusnak könnyű volt beállítanom. Kicsomagolástól kezdve a startra kész állapotig, nagyjából egy másfél óra alatt eljutottam, mindenféle külső segítség nélkül, elővettem a kézikönyvet, amiben nagyon szépen részletesen le volt írva, hogy mit és hogy kell rajta állítani, kifejezetten könnyű volt, és egyúttal nekem egy ilyen tanulságos, szórakoztató tripp is volt egyben. Ahogy olvasgattam a neten, mindenféle visszajelzéseket vásárlóktól, számomra az jött le, hogy főleg azért szeretik ennek a gyártónak a termékeit, mert úgymond hosszú távon sem kérnek enni. Az SL1500C úgynevezett direct drive, vagyis közvetlen motoros meghajtású, nincsen gumiszi, ami idővel megnyúlna, karbantartás nem igénylő motorral rendelkezik a lejátszó, mindössze a tűnek a cseréjével kell időt fordítani, hogyha úgy látjátok szükségesnek. Gyárilag egész jó hangszerőt raktak rá, az Ortofon 2M Red tű található rajta, ezzel jön ki a gyárból, de néhány csavar kilazításával, pár perces procedúrával bárki a saját ízlése szerint cserélheti rajta a tűt. A motornak a működési elvét az SL1000R lemezjátszó inspirálta a technikai értelemben, amit sok szakértő és lelkes audiofil egyaránt a világ legjobb drive-os lemezjátszói között tart számon. Kapunk egy meglehetősen letisztult, erősen funkcionális jellegű készülékházat, ami mellőzi a gicset, ebből a szempontból jól hozza a Technics feelinget. A belsőben egyébként alumínium öntvény alvász található, amit üvegszállal erősített ABS-szel egészítenek ki. Kapunk vele egy univerzális S alakú alumínium hangkart, ami tök jól idézi a Technics DJ lemezjátszóit, mindez egy gimbalos felfüggesztésen található. A lemezjátszó egyébként robusztus talpakon áll, amik csavarozós kivitelűek, be lehet őket állítani, hogy ha ne Isten egyenetlen felületen helyezkedik el a lemezjátszó, Mindezem még elhelyezkedik egy két kilós tömegű alumínium lemeztányér, és erre tudjuk rátenni azt a gumi lemez alátétet, amit a gyártó mellékel. Az SL 1500C nagyon felhasználó barát lemezjátszó, bekapcsolod, Ráhelyezed a tűt a lemezre, menj oda a play gombot, és megy, tényleg pár másodperc alatt el lehet indítani a, rajta a zenét. Persze néhány beállításra szükség lehet még az első beüzemelésnél, de szerencsére ezek nagyon könnyű és logikus módon elvégezhető beállítások, hogyha megvan a tűnyomás és megvan az antiskating funkció, ezeket külön-külön kis tárcsákkal szépen be tudod állítani, ezután már csak a magasságot kell ellenőrizni, ami szintén egy kis vonalas számozott mércével nagyon könnyen szemre belőhető, ezután már igazából lehet is hallgatni a zenét. Már csak azt kell eldöntened, hogy hogyan akarod kihozni a jelet a lemezjátszóból. Hogyha nagyon audiofilnek érzed magad, és szívesen költenél még egy fonó előerősítőre, hogy a legtöbbet hozd ki belőle, akkor dönthetsz úgy, hogy a sima natur fonó jelet hozott ki belőle, amit még fel kell erősíteni egy különálló fonó erősítővel. Mi nem így használtuk a lemezjátszót, hanem a saját beépített fonóerősítőjével. Hogyha úgy döntenél, hogy külön fonóerősítővel szeretnéd használni a lejátszót, akkor lekapcsolhatod a vonalszintű kimenetet, ami még tovább tudja segíteni a hangminőséget. Olyat is tud még egyébként, hogy van benne ilyen automatikus karemelő funkció, ami annyit tesz, hogy ha véget ér a lemez, akkor ezt érzékeli az elektronika, és egy ilyen nagyon egyszerű kis beépített mechanika a hangkarnak az alsó részében megemeli a kar emelőt, és ezzel felemelkedik a tű, nem kopik feleslegesen, hogyha elfeledkezel a nappalitban vagy zenehallgató szobádban forgó lemezről, de miért is tennél ilyet. Egyébként vannak olyanok, akik ennek nem sok előnyét tapasztalják a gyakorlatban. Ez igazából lemeztől függ, hogyha nincsen egyértelműen úgy barázdálva a hanglemez, akkor simán előfordulhat, hogy elfelejti úgymond érzékelni a lejátszó, vagy túlságosan hamar érzékeli azt, hogy fel kell emelni az automatikának a tűt. Ha nem szeretnéd, akkor egy hátsó kapcsolóval ezt bármikor le tudod kapcsolni. Miután végeztem a beállításokkal, nem volt más hátra, mint hogy elővegyek néhány hanglemezt, és elkezdjek rajta zenét hallgatni. Ehhez elővettem egy Sennheiser HD 800-es fejhallgatót, és egy jó kis Auris csöves fejhallgatóerősítőt, és megpróbáltam egy olyan láncot összerakni, ami nem tartalmaz hangfalakat, hogy ne legyenek mindenféle rezgések, ne befolyásoljon a szobakusztika, hanem egy jó fülessel tisztán megkapjam azt, amire a Technics képes a saját beépített fonóerősítőjével. Megpróbálom a legegyértelműbben megfogalmazni. Még soha nem hallottam így szólni ezt a Sennheiser fejhallgatót pedig évek óta használom. Kipróbáltam már nagyon jó erősítőkkel nagyon jó diákonverterekkel. Egyiknél sem volt ez a fajta intimitás, gyorsaság, közelség érzés, úgyhogy valamilyen szinten tudok együtt rezonálni azokkal a felhasználókkal, akik az analóg meg a vinil hangzás szerelmesei, mert tényleg teljesen más, mint amikor digitális forrásból hallgatod a zenét. Elindítottam az első számot ezen a Solemia hanglemezen, ami a Rather Go Blind című inkább megvakulni Című amikor annyira liba bőrös leszel, hogy nem csak az alkarodon, hanem egészen a tarkódik fel, vagy alig bőr, na nekem is olyan volt. Tehát ez már nem az a szintű zenehallgatás, hogy a frekvenciákat figyeled, hanem egyszerűen csak kiépül benned így a, a zene valahogy úgy, nagyon bensőségesen és nagyon közvetlenül, egyszerűen csak egy ilyen kereken megjelenik benned a Zenei színpad. Eleinte azt hittem, hogy Technics DJ-lemez játszók biztosan majd egy ilyen kicsit ö, sötétebb, vastagabb tónust fogok kapni, ami basszusorientált és inkább a feszességet helyezi előtérbe, de valójában inkább egyfajta sebesség és transzparencia jellemezte a karakter összességében. Ugyanakkor meg nagyon jó testes basszusa volt a fülesemnek, ami azért szokatlan, mert ugye sokan köztudott a HD800-esről, hogy annak inkább ilyen diétás basszusai vannak, és itt pedig egy ilyen jó kis zamatos, enyhén testes, de nem túl sok, hanem egy ilyen finom, enyhén meleg karaktere volt az alsó részeinek, amit átadott a Sennheiser. De amit leginkább ki kell emelni, az az, hogy rendkívül hirtelen és impulzív részleteket, amikor dob megszólal, gitár pendül, Ezeket elképesztően jól el tudta kapni, meg tudta fogni, és azonnal meg tudta jeleníteni a rendszer a fülemben. Vannak olyan belépő, meg középkategóriás lemezjátszók, amik meglovagolják ezt, hogy analóg hang, és ettől egyfajta ilyen édesebb hangjuk van, és előfordulhat, hogy egy kicsit ilyen fakónak érződik mondjuk a középtartományuk. Az 1500C esetében nem így volt, ennek inkább egy ilyen friss, lélegző, nagyon áttetsző, nagyon átjövős középtartománya volt, emellé egy szépen integrált, szépen levezetett magas frekvenciás visszaadást társul. Levezetett alatt azt értem, hogy talán a legteteje az nem annyira száraz és levegős, hogy már ilyen ultraanalitikus legyen, de talán nem is olyan nagy baj ez. Most úgy beszéltem az előbb a frekvenciákról, mint mintha zenehallgatás közben, mintha egy ilyen puzzle raktam volna össze a zenét, hogy igen, itt ezt érzem, ott meg azt érzem, de valójában nem így hallgattam a zenét, amikor használtam a lemezi játszót. Egyszerűen csak jól éreztem magam. És valószínűleg ezzel adják el magukat a jó lemezjátszók, hogy nincsen az a fajta technikai bonyodalom, nem, azon, nem azt érzed, meg azt gondolod, hogy hát ez túl van tömörítve, hát ez nem 16, hanem 24 bit, hanem egyszerűen csak elindítod a zenét, megjelenik benned, és be van fejezve, vissza van adva egyfajta integritással, egységgel, sebességgel, már többször is mondtam ezt a szót, de tényleg ez a fajta hirtelenség hirtelenségérzet, ahogy ezeket a dinamikus részleteket tudja kezelni, hogyha te szereted az, az ilyenfajta karaktert, ami így kiragadja a részleteket és nyíl legyenesen közli feléd, akkor ez egy jó út tud lenni abba az irányba. Ezt a videót nem tesznek szántuk, hanem egy bemutatónak, egy, tehát első benyomásoknak a megosztását szerettük volna ebben a formában megvalósítani. Hogyha valakit komolyabban érdekel ez a termék, vagy egyáltalán érdeklődik a lemezjátszók iránt, akkor nagyjából támpontokat adni, hogy karakterben, felhasználó élményben Mire lehet számítani. Ha kíváncsiak vagytok a terméknek a tudására, akkor élőben ki tudjátok próbálni. Magyarországon is több szaküzletben lehet vele találkozni, nagyon népszerű. Ahogy ti is láthatjátok itt a vágóképeken, fehér színben is készül most már, ez egy újdonság, mert eddig csak ezüst vagy fekete tetőlappal lehetett kapni, de tök jó, hogy követi a divatot a Technics, mert egyre többen készítenek fehér erősítőket, fehér hangfalakat, fehér mélyládákat, stb. Gondolkoztam rajta, hogy mit lehetne kiemelni hátrányként, nehéz kérdés, mert most igazából mibe lehet belekötni? Egyesek mondhatják azt, hogy túl drága, de mihez képest túl drága? Tehát vannak olcsóbb lemezjátszók is a piacon, ez tény, de hogyha azt vesszük figyelembe, hogy itt megkapjuk ezt a jól megtervezett direct hajtást, ezzel a robusztus kialakítással és nagyon egyszerű beállíthatósággal, mindenféle bonyodalom nélkül, akkor ez is egy érték önmagában. Meg nyilván lehet még ennél följebb is venni, menni, tehát van 9 millióért SL 1000 Technics, meg még több milliós rivális megoldások. Ez egy hobbi, egy szenvedély, mindenki eldöntheti, hogy mennyire akar mélyen beleugrani. Az SL 1500C én úgy érzékeltem az alapján, amit megtudtam róla, és amit megtapasztaltam vele, hogy egy olyan határon helyezkedik el, ahol még nem fáj kipróbálni és megtapasztalni és együtt élni egy lemezjátszóval akkor, hogy ezt valaki tényleg komolyan gondolja, és nem a kőgagyit akarja, meg nem is az kompromisszumos belépőt akarja választani, hanem valamivel jobbat. Hogyha megengedtek egyfajta kicsit ilyen vulgárisabb hasonlatot, akkor nagyjából olyan ez, mint amikor először vagy életedben együtt egy nővel, vagy férfival, tök mindegy, tehát hogyha nők nézik a videót. Nem mindegy, hogy milyen az első alkalom. És én az, annak örülök, hogy amikor most így először beszélek lemezjátszóról, akkor kicsit úgy érzem magam, mintha a lemezjátszók Stifler mamájával lettem volna, mert érezni rajta azt a fajta rátermettséget és teljességet, ami nekem egyszerűen csak lehetővé teszik, hogy ne az legyen, hogy technika, technika, mit, hogy, hanem egyszerűen csak elindítod és megy és jól érzed magad.